Hello, mindenkirendszer vagyok, és ma be fogok mutatni egy önmagát kőből megépítő házat, ami egy stone generátor fog működtetni. Először is ehhez kell építsünk egy stone generátort. Igen, ki gondolta volna, ugye? Egy stone generátort. Egyébként ezt az épületet pisztonok fogják tolni föl meg le meg össze meg vissza meg mindenfele, ahova kell fal vagy plafon vagy padló. De először építsük meg ezt a sima kőgenerátort. Először is így, nem úgy, így leteszünk oda a pisztont, ugye betesztük a vizet, leteszünk blokkokat, elfelejtettem a fákját, vagyis fákját, a táblát. Ide egy tábla, ide is egy tábla, ide is egy tábla, és ide láva. Amint ezzel meg vagyunk, el is kezdhetjük az elektronikát. Ide kell építsünk egy oszcillátort, vagyis egy ismétlődő jeladót. Így. Gondolkozom, hogy lehet a legrövidebb. Elfelejtettem. Mindegy. Ezeket nem húzom fel. Most így tippeléssel megpróbálom eltalálni, hogy nem lesz baj vele, hogy nem fog bevagolódni, hogy lesz rendes. Na, az első dolog az az, hogy amint itt ki fogja tolni a követ ez a szerkezet, már pedig ki fogja, mivel mindig új termelődik, ezt nekünk egy ház, egy kocka formába alakító piszton szerkezet segítségével kell megoldjuk. 1, 2, 3, 4, 5. Így. Ezt nem muszáj betartani, hogy ennyi legyen a kockaszám, tehát amekkora házat szeretnél, csak ne legyen 15 kockánál hosszabb, vagy 13, nem tudom, mindegy, ne legyen annál hosszabb, mert akkor a pisztonok nem képesek eltolni. Menjünk ide, ide, és ide, meg ide is kell obszidián. Mint látható, itt fognak körbe menni a kövek, így jönnek, ide mennek, itt is tovább mennek, jönnek, és ide fognak beérkezni, és mivel, hogy ne menjenek tovább, ide is kell tegyünk obszidiánt. A második lépés, a falakat feltoló pisztonokat kell megcsináljuk, de ja nem, második lépés az, hogy bekötjük ezeket a pisztonokat. 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, kell rá egy kísérletetés, és be kell kötni ide, akkor a következő az 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, most ennyit teszek, ide is kell egy kísérletetés, ide is egy késleltetés, és ezzel be is kötöttük ezeket a pisztonokat. Elindítanom a szerkezetet körbe tolni a köveket, de először be fogom kötni a falakat feltoló pisztonokat. De ide, 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 és oda nem. De kell tegyünk pisztonokat, és mindenhova, ahol falat akarunk. Kicsi lagom van, nem tudom, hogy miért ez máskor nem szokott lenni. Ide is kell, de csak egy. Igen, ide is, ide is, ide is. Így. Végre. Még van egy sor.
kristályokat, és ezeket is ezekhez képest egy teljesen felhúzott repeaternik és letetéssel kell ide tegyük. Igen, természetesen ehhez is, a következőhöz is, és az az utánihoz is. Ezt itt elrontottam egy kicsit, ezt ide kell tenni, és akkor ezt ide, mindig mögéje, és akkor van még egy, ami 5, 6, 7, 8, 9, 10, igen, ez nem lesz jó, így, és be is kapcsolom a szerkezetet, hogy mutassam meg, hogy működik. Ez most elég gyorsan megy, tehát először kitolódik az a piszton, ez a piszton, utána ez a piszton, és közben fölfelé tolódnak a nagy piszton falépítők is. És itt már el is kezdett jönni a kő, ha nem bagolt volna be a szerkezet. Így. Opa, még egyszer. És most már valószínűleg kéne neki működnie. Ezt a részt fel is gyorsítom. Csak előbb megjavítom ezt a bugot itt. Úgy látszik túl gyorsan megy a jel. Hát akkor ezeket is felhúzom, kicsit lassabban fog menni, de nem számít. És most már elég jó lesz. És felgyorsítom akkor. Hát a szerkezet, mint látható, fel is tolt nekünk két oszlopot, és elkezdte a harmadikat is, de van egy dolog, amit még beszeretnék itt mutatni, hogy meg lehet azt csinálni, hogyha nem akarunk ilyen magas házat, például nem akarjuk 15 kocka magasra, mert addig tolta fel a pisztonunk, tovább nem tudta, akkor teljes nyugodtsággal be lehet obszidiánozni a tetejét. Mindenhol, ahol tolódik fel a fal, az oszlopok, és így hamarabb is megépül a kis épületünk, és szebb is lesz. De nem tudom, hogy survival módban ezeket az obszidiánokat itt kirakosgatná be, és vennék ki egyenként. Tehát én survivalban inkább megvárnám azt, hogy ez legyen meg. Ez a 15 kocka magas torony, és vagy levágnék belőle, vagy az egészet felhasznosítanám, vagy valamit csinálnék vele, de semmiképp sem pazarolnék erre obszidiánt, még véletlenül se. És egyébként ezt meg lehet csinálni egy gombbal is, hogy működjön, csak egyszerű kis jelrövidítő fog nekünk ezt kelleni. De gyorsan meg is építem. Ide kell egy teljesen felhúzott repeater, ide egy fákja, ide redstone, ide nem, ilyen nem, hoppá, ezt most el is indítottam sikeresen, ide nem ilyen kell, hanem egy fákja, és megint elindítottam, de ez csak így építés közben van, tehát így, és amit megnyomom majd itt a gombomat, amit hamarosan elő is veszek, a jelrövidítő kiad egy rövid jelet, rövidebbet, mint a gombnyomás, mert ide rövidebb kell, és egyből épül is a ház.
Még így utoljára elmondanám, hogy ez a ház, hogyha így hagyjuk a rendszert, nem csak megépíti önmagát, hanem regenerálja is, és ha például erre a magasságra húzunk egy ilyen, mintha ez lenne a föld, akkor nem is látszik a vezetés meg semmi, és ha kiütünk egy blokkot, azt önmagától visszaregenerálja. Persze itt alul hiányozni fog, de azt visszatolja a következő lépésben. Tehát ha ezt teljesen szétütjük, akkor is vissza fogja nekünk regenerálni. Mert ez egy ilyen profi kis szerkezet. Sziasztok! Igazából erre a tábla a legalkalmasabb. Ide teszünk jeget. Természetesen ezen fognak csúszni az itemek. Ide pedig teszünk vizet. Itt a víz, mint látható, 8 kockáig folyik csak el, ezért ide teszünk egy táblát, de ahogy itt kijön az item, tovább csúszik a jégen, és amint bekerül a másik vízbe, az viszi tovább.